Gratulálok mindenek előtt a győzelemhez. Nem volt egyszerű megszerezni, és a mester el is mondta a sajtótájékoztatón, hogy nem is volt túl elégedett a teljesítményetekkel. Egyetért ez vele? Igen, tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, ugyanis kicsit ugye padhelyzetben vagyunk, ugye a kötelező győzelmeken kívül hatalmas tétje számunkra nincsen, csak maga presztízs mérkőzés, és mindig nehéz az ilyen mérkőzéseket, amikor idejön egy csapat, akiknek pedig élethalál kérdés, és nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ezt ki is emelte, úgyhogy igaza van valóban, de a végén megint a hatalmas pozitívum, hogy egy vert helyzetből tudtunk fordítani, és ezeket a végjátékokat idén sorra nyerjük meg mindig egy gólokkal. Of course we can agree we are not on our top level, we didn't play, we struggled all the match and this show we spent really a lot of energy to come back to the match and make it just goal by goal and you never know what can happen in these situations. As he said also in last 16, if this something like this happened, it's not good for us, we can be eliminated and we don't want that. So we will have to work harder to come on our level that we want to come. This is just the top level. We have really high goals this year, so but only with work we can get this goal, so we will need to really to work harder. Napokban adtál egy interjút, amiben arról beszéltél, hogy nem voltok olyan formában, mint voltatok ősszel. Mi változott, miben kell javulni ahhoz, hogy a play-offban majd jobban szerepeljetek? Igazából magasra tettük ugye a mércét ősszel, és még nem tartunk ott, ugye, ahol ősszel, viszont ugye ott is úgy kezdődött, hogy volt egy-két nyögvenyelős győzelmünk egy góllal, és utána pedig szépen fölkapaszkodtunk egy nagyon jó szintre, úgyhogy azt gondolom, hogy nem vagyunk még elkésve, most lemegy ugye még a csoportkörből két mérkőzés, és utána, amikor már ugye egyenes kieséses szakasz lesz, addigra megpróbáljuk összerakni a játékunkat, de azt gondolom, hogy ez látszik, hogy mérkőzésre mérkőzésre jobban fog összeállni. First of all, I think we get too many goals, so it's mostly defense. So they are coming, they are scoring some easy goals, and we don't want that. We want to have strong defense that everybody suffers with less goals, of course, to help also a little bit to goalkeepers, because if they shoot from 6 meters, if they shoot open, they score, every team score, and it's hard for our goalkeepers. We need to help them. And need to help our team after an attack. If you play good defense, you can score easy goals with counter attacks, you know. And to struggle all match in the end, one end and another end, and suffering to score goals is hard in the end. Mário Sostarics arról beszélt, hogy elsősorban a védekezést kell nagyon összeraknotok. Egyetért ez vele? Igen, most az elmúlt két mérkőzésen kicsit több gólt kaptunk, mint a megszokott. Ezen valóban van még mit javítani, de azt gondolom, hogy egy ilyen két hónapos szünet ugye a klubcsapatoknál, ami a válogatott miatt volt, illetve a világverseny miatt, normális, hogy több idő kell, hogy visszataláljon a csapat a helyes útra. You had a big role today to win, because not just because of your 9 goals, but in the last minutes you stole a ball and Bombács score goal. What do you remember for this situation? Yeah, it's one ball that I'm really happy about, because I'm also struggling about these balls. I would like to catch them more, but in the end, okay, in an important situation, I managed to take it. Deki scored a really beautiful goal. He played one against one, and that's his play, and I think in the end, as I said, we show good character. We were struggling until the end, and I think we deserve the win. Ugye nemrég derült ki, hogy a szezon végén itt hagyod a Szegedet. Nehéz lesz itt hagyni a Szegedet? Természetesen nagyon nehéz lesz, de egyelőre még erről nem akarok igazából beszélni, mert még nagy mérkőzések, nagy csaták várnak ránk, és még fél év ugye hátra van, úgyhogy ez most még nem aktuális. Ugye a Nemzeti Sportnak is lenyilatkoztat, hogy igazából azért változ, mert nem számítanak rád. Leültél Juan Carlos Pastorral megbeszélni, hogy miért nem számít rád? Megbeszéltük, igen. Igen, azt mondta, hogy jövőre mással képzeli a jövőt, ez röviden, tömören ennyi, ezt elfogadtam, és ennyi. Ahogy te is mondtad, ez még majd a jövőben fog változni, hogy elköltözöl másra játszol. De valami más is változott az életedben, hiszen megérkezett a kislányod Liza, milyen az apa szerep? Igen, köszönöm szépen, nagyon, nagyon jó. Most már elmúlt három hetes, úgyhogy nagyon nagy a boldogság. Nagyon nagy örömmel megyek mindig haza, úgyhogy
tényleg egy hatalmas örömmel számomra, hogy a magánéleti változás, és remélem, hogy ez majd a pályán is idővel meg fog látszani, hogy az a kiegyensúlyozottság. Jó kislány, hagyja a szülőket aludni, pihenni egy picit? Igen, szerencsénk van, egyelőre úgy tűnik, hogy jó baba és jó alvó, úgyhogy nem panaszkodhatunk rá egyelőre, és remélem, hogy ez így is marad, akkor mindenki nagyon boldog lesz és kipihent.